Kilakoltattak egy családot a 10. kerületi Sírkert utcában. Lakatosék nem tudták fizetni a megemelkedett önkormányzati lakbért, ezért 400 000 forintos tartozást halmoztak fel. Most az udvaron épített sufniba költöztek, egyelőre nem tudják, hogy hosszabb távon hol fognak élni. Beépített konyhaszekrény volt. Ezt is én csináltam. László mutatja, hogyan újította fel a lakást. A kilakoltatás miatt most viszont mindent kiszedett, semmit sem hagyott a lakásban. Ideiglenesen ide az udvari sufniba költöztek. Lakbértartozás miatt kerültek az utcára, de vitatják a jogosságát, mert azt állítják, fizették a részleteket. Miután azonban megkapták a kilakoltatásról szóló végzést, már a lakbért sem fizetik. Kikértem a tartozásomat, hogy mennyi a tartozásom, és adtak egy papírt, hogy 300 000, ami abból jött össze, hogy azóta nem fizetek, amióta azt mondták, hogy ki kell költözni a házból. Ennyi. Mióta nem fizetnek? Február óta. És most tartunk 403 000-nél. Egy összegben ki tudom, és nem akarják elvenni a pénzt. A házaspár abban reménykedett, ha kifizetik a tartozást, maradhatnak, de nem így lett. Végrehajtók jöttek és mindent elvittek, a nyílászárókat pedig befalaszták. Még a sufniból is menniük kellett. Tudomásom szerint ez a sufni is az önhasználatában van, azt is el kell hagyni. A férfi azt mondta, az egész eljárás meglepte őket, mert állítása szerint már csak a bírósági ítéletet kapták meg. Úgy megtartottak egy bírósági tárgyalást, hogy engem el se hívtak. Az iratok szerint nem így történt, ezt már a kőbányai vagyonkezelő jogtanácsosa mondta. Az ítélet írásos változata alapján Lakatosék jelen voltak a tárgyaláson. A jogtanácsos azt is mondta, hogy a házaspár évek óta tudja, menniük kell, és nem csak a lakbértartozás miatt. 2010 óta kötelezi őket a bíróság jogerős ítélete a lakás kiürítésére. Ezentúl sajnos szabálytalanul vételezték az áramot, illetőleg a gázt is. Az önkormányzat először nyáron akarta kiköltöztetni őket, akkor haladékot kaptak, egészen mostanáig.